Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 27-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk! A néphagyományoké volt a főszerep a Magyar Kultúra napján. Soron következő ülését tartotta a Tatai Lengyel Önkormányzat. A porcelánnak világát mutatták be a Kuni Domokkos Múzeumban. Az ország több mint 100 résztvevőjét várta a Tatai Karate verseny. Idén is a kenderkével ünnepelhették a Magyar Kultúra napját a tataiak. A műhely most egy három tételből álló, több művészeti ágat érintő műsorral készült, melyben énekelt formában versek, néptánc hagyományok és Horgas Béla mesekötetéből ismert Széltoló című történet is megelevenedett. Énekelt versek címmel kezdődött a Kenderke hagyományos Magyar Kultúra napi műsora a Művelődési Házban. A Népművészeti Műhely együttesei és csoportjai minden esztendőben új produkcióval jelentkeznek. A több felvonásos táncszínházi előadás első tételét a Kenderke Barátai zenekar előadásában hallhatta a közönség. A dallamokat Sebő Ferenc, Kossuth Díjas érdemes művész komponálta és Maróti György hangszerelte ismert költőink verseire. Engem meghatott ez a aprólékos munka, amit ő csinált ezzel a hangszereléssel, és hát beszálltunk az együttessel is segíteni nekik ebbe. Nyilvánvaló, hogy ez a műfaj, amit mi csinálunk, ez egy kamaraműfaj, tehát az énekelt vers, az ugye vagy egy szál gitárral, vagy lanttal, vagy tekerővel, vagy akármivel csinálták valamikor régen. Mi egy kicsit kibővítettük a gitárt, népi hangszerekkel is ugye körbevettük magunkat, de a kamarazene jellege az megmaradt. A műsor második tétele Horgas Béla mesekötetéből vette címét és témáit, Széltoló négy kalandját táncolták el a Kenderke együttesei. Érdekes munka abban a tekintetben, hogy ez egy tematikus táncszínházas produkció, amiben szerintem a gyermekek eddig nem vettek részt. Nehéz is volt, tehát mély víz volt nekünk és a pedagógusoknak is, a gyermekeknek is, de szerintem ez egy olyan összeismerkedési folyamat volt a táncosok és a pedagógusok közt, amit érdemes kiemelni, és szerintem mindannyian nagyon-nagyon sokat fejlődtünk alatta. Az ünnepi műsor néptánc montázzsal zárult. A Kenderke közössége már 6 éve mutat be egy-egy különleges összeállítást ezen a napon, hiszen az alapfokú művészeti iskola legfontosabb törekvése, hogy a gyermekeken, fiatalokon keresztül életben tartsák a gazdag népi kultúrát. Az a csomag, az a hatalmas nagy csomag, világméretekben egyedülálló, amit csak mi tudunk tovább éltetni, tovább vinni. Ezt az őrületes nagy mennyiséget tulajdonképpen mai napon is így élhetjük meg. Tehát nem bűn sem a régit elővenni, és nem bűn ennek a mai világra tovább gondolt változatait is színpadra tenni. Nincs egyik a másik fölött, mind a kettőre szükség van. Az utolsó felvonásban a Fonóka csoport által bemutatott zempléni táncokkal a Kenderke a 2019 legjobb koreográfiáit felvonultató gyermek néptánc antológiára is bejutott. Ülésezett a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete. A mai napon a tagok 4 napi rendi pontot tárgyaltak meg, valamint egyéb aktualitások fölött hoztak döntéseket. Az idei esztendő első ülését tartotta a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat január 27-én a Városházán. A tagok többek között az éves költségvetést tárgyalták meg, amely a 2020-as nemzetiségi programokat is érinti. A bizottság legközelebbi rendezvénye húsvét környékén lesz, hiszen az ünnepkör számos hagyománnyal jár. A mai ülésen a költségvetésről lesz szó, a tavalyi év költségvetéséről és a idei évnek a tervezett költségvetéséről. Programunkba beletartozik elsősorban az évi minimum 4 ülés. Ezen kívül hát a általában általunk választott programok, mint a lengyel nemzetiség és a magyar nemzeti ünnepeknek a megtartása, koszorúzások, emlékhelyeinken
és azon kívül pedig valami közös program, ahol gyakorolhatjuk az anyanyelvünket, lengyel történelmet. Népek karácsonya, úgy gondolom, hogy jól sikerült. Én nagyon örültem neki, mert egy olyan körülbelül 4 év után először rendeztük meg közösen, itt a TÁN a lengyel önkormányzat részvételével. Az idén szintén meg fogjuk rendezni remélhetőleg a népek karácsonyát, azon kívül a mi karácsonyi összejövetelünket, na és előtte pedig remélhetően még egy-két programunk lesz, amire majd futja a költségvetésünkből. A Törékeny Vágyak című időszaki kiállításhoz szervezett programot a Kuni Domokos Múzeum a várban. Az egykori óbudai porcelángyár termékeiből válogatott tárlat egy hónapja látható Tatán. Az érdeklődőket dr. Mozsis Dóra kurátor kalauzolta végig, a Hüthül Tivadar alapította gyár örökségében, ezt Vaja László porcelán szakértő előadása követte. Gazdag Vándor kiállítást indított útjára az Óbudai Múzeum, hogy a település egykori porcelángyárának emlékét szerte az országban megismerjék. Ezeknek a törekvéseknek első állomása városunk, hiszen a Törékeny Vágyak című tárlat a helyi bemutatót követően Tatán látható először. A decemberben nyílt kiállításban rendhagyó tárlatvezetést tartottak. Sok mindent el tudunk mondani, olyasmit is, ami a kiállításban nem szerepel, vagy nincs kiírva. Nagyon sok minden kapcsolódik a kiállításhoz, kezdve onnan, hogy történt a kutatás, a nulláról kellett szinte kezdenünk, kezdve olyan kiegészítésekkel, amik már nem fértek el a kiállításba. Ilyen minden kiállításnál előfordul, hogy nem tudunk mindent megjeleníteni, és a tárlatvezetés ezeket a pluszokat adja hozzá. Már most elég sok az érdeklődés más múzeumok részéről is, innen Nyíregyházára megy, azt már biztosan tudjuk, a következő helyszínek azok még tárgyalás alatt vannak. Mindenképpen szeretnénk, mert ez egy méltatlanul elfeledett porcelángyár Óbudán, maguk az óbudaiak sem igazán ismerik, és szeretnénk, hogyha egy kicsit a hírneve újból visszajönne a köztudatba. A kiállítás betekintést enged a porcelán készítésének századokon át féltve őrzött technológiájába, kísérleteibe is. Az ehhez kapcsolódó előadást izgalmas témakörben a porcelánok restaurálásáról vagy akár hamisításáról tartották. Mesterségnek azért nem mondanám, de kétségtelen, hogy mesterségbeli tudásra szükség van a hamisításhoz. Mondjuk itt egy hűtőkiállításon vagyunk, hamis hűtő porcelánon nem találkoztam meg. Most a zsolnai van a toppon, azt lehet mondani. Nagyon szép, magas árakat érnek el a zsolnai tárgyak, és természetesen a hamisítók is ráálltak. Minden, ami elképzelhető és elképzelhetetlen, tehát hasonló korú tárgyra hamis jelet, az egész tárgyat legyártják, mindenféle variáció létezik. Mindig próbálnak egy kicsit előrébb lenni, ugye, mint a piac gondolatban és a tárgyakban, leggyakoribban ugye a hamisítás. A közismertebb zsolnai és herendi porcelánok minőségével vetekedett egykor az Óbudai porcelángyár kínálata, az 1906-ban alapított vállalat Ferenc József császári asztalára és a parlament számára is készített darabokat. A Törékeny Vágyak és a Hüthl család történetét feldolgozó időszaki kiállítás június 7-éig marad városunkban. A Kölyök Sárkányok Karate Klub immár a második alkalommal szervezte meg a Kölyök Sárkányok viadalakupát. A megmérettetésen mindegy 250 versenyző vett részt, az ország 30 egyesületét képviselve. Az esemény helyszínét az Eötvös József Gimnázium sportcsarnoka biztosította. A felnőttek forma gyakorlataival vette kezdetét az immáron második alkalommal megszervezett Kölyök Sárkányok viadalakupa. Az országos versenyházi gazdája a Tatai Kölyök Sárkány Karate Klub, amely egyesület mindössze 2,5 éve alakult meg, mégis aktív részese a sportéletnek. A január 25-i megmérettetésre 30 egyesület, összesen 250 versenyzője érkezett az Eötvös József Gimnázium sportcsarnokába. Ez azért rendeztük meg másodszor, mert mikor először életre hívtuk ezt a versenyt, akkor összeszedtük az összes olyan jó kapcsolatot, akivel egyesületi szinten, meg az edzők, meg a karatékák itt-ott-ott találkoznak.
és hát egy olyan jó hangulatú verseny sikerült a tavalyi Kölyök-Sárkány kupa, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt mindenképpen érdemes folytatni, illetve érdemes ezt a versenyt országos színvonalra kiterjeszteni. És hát itt meg is látszik, tehát tavaly valami 120 néhány versenyzőnk volt, idén ez már majdnem duplázódott, tehát majdnem elérjük a 250-et. És hát az egyesületek is szerte az országból jönnek, úgy olyan egyesületek is megtaláltak bennünket, akivel nincsen napi személyes kapcsolatunk. Ez nagyon jó, de ez igazándiból annak köszönhető, hogy mi mindenkivel itt a környékbeli klubokkal, illetve a távolabbi klubokkal is az előzményeink, az életünk előzménye kapcsolatokat mindenkit elővettünk, és mindenkivel jó kapcsolatot ápolunk. Tehát itt, ha körülnézünk most a teremben, akkor valóban ezt látjuk, hogy itt ismerősként üdvözlik egymást olyan emberek, akik egyébben csak egyszer találkoznak, és hát talán ez a leginkább említésre méltó eredmény ennek a versenynek, illetve hát az a jó hangulata, hogy ez annak ellenére, hogy nagyon sok a fiatal versenyző, még a feketeöves idősebb mesterek is beneveztek most már kategóriákba, és nagyon szívesen méretik meg magukat. Úgyhogy a hangulata az első számú előnye, a másik pedig az, hogy a versenyszezon kezdete előtt, mindegy ilyen nulladik napként az év naptárban, ez már egy ilyen bemelegítő, felvezető versenyként tekintenek a mi versenyünkre. Ugyanis hát április-májusban vannak azok a nagy országos bajnokságok, amelyek akár már, ugye most már olimpiai sport is lett a karate, ezeket is megelőzik, illetve a utánpótlás nevelést arra ösztönzik, hogy mindig szokjanak hozzá minél inkább a versenyzéshez. A versenyzők a megmérettetést követően nem a megszokott kinézetű érmeket vehették a nyakukba, idén ugyanis Juhász tíme a keramikus munkáig díszelektek a legügyesebb sportolókon. Úgy is találtuk ki a versenyt, hogy a felnőttekkel kezdjük, hogy a gyerekek meg tudják nézni még a felnőtteket, az egész kicsik is, úgyhogy rögtön az elején lemennek a felnőtt formagyakorlatok, és rögtön utána nagyon-nagyon élvezetes lesz a felnőtt küzdelmek is, elég nagy számmal indultak, és hát van 3-4-5 danos induló is, hál' Isten közöttük, úgyhogy magas színvonal lesz, biztos vagyok benne. Olyan bírókat próbáltunk hívni a versenyünkre, aki abszolút tudják ezt találni, hogy akár a saját versenyzőjét is le tudja bíráskodni, és nem húz oda neki. Én magam is bíráskodni fogok, én sem fogok a sajátjaimnak ebbe, sőt, még magasabbra teszem a mércét nekik inkább. A megmérettetésen több korosztály is képviseltette magát, ezzel is emelve a sportesemény nívóját, valamint sokszínűségét. Tataváros önkormányzata megkezdte a magyari terv felülvizsgálatát, amellyel kapcsolatban lakossági fórumot hirdett. Az első alkalom január 28-án délután 3:30-kor lesz a Városházán. A téma Mikovin Sámuel vizek és zöld felületek programja lesz. Fogadónapot tart dr. Friedrich Gábor rendőrezredes. A tatai rendőrkapitányság vezetője február 12-én 10 órától egészen délig várja a hozzáfordulókat Tatán az Ady Endre utca 27 szám alatt. Folytatódik a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság egészségügyi sorozata. Január 28-án délután 5 órakor az érdeklődők a gerinc problémákkal kapcsolatban hallgathatnak meg egy előadást a Volt Piarista Rendházban. Színyei Mersepál festőművész halálának 100. évfordulója alkalmából szervez előadást a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Az esemény helyszínét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idősek napközi otthona adja február 12-én délelőtt 10 órától. Idén is várja a korcsolyázni vágyókat a tatai jégsátor. A helyszín a közönség számára hétfőn 5 órától este 7 óráig, kettől péntekig, délután 2 órától este 7 óráig, hétvégén pedig délelőtt 10 órától egészen este 7 óráig látogatható. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer, röviden. A néphagyományoké volt a főszerep a Magyar Kultúra Napján. Soron következő ülését tartotta a tatai lengyel önkormányzat. A porcelánok világát mutatták be a Kuni Domokkos Múzeumban. Az ország több mint 100 résztvevőjét várta a tatai karate verseny.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 27-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk, hiszen a folytatásban Tallózó című műsorunk következik, amelyben a múlt hét legfontosabb eseményeit láthatják. Én további szép estét kívánok, a viszontlátásra!